Nos, egészen komoly műtét lesz, miután ezt itt kinyitottuk, ezt az egész elemet kell itt majd kicserélni, ez rengeteg kábellel, meg mindenféle bizbasszal együtt, tehát ez egy igen komoly munka lesz. Akkor essünk neki, először is az összes elektromos vezetéket ki kell szedni, aztán a hollandereket kell megoldani, és utána elmetleg visszarakható az egész újonnan. Hát nem tudom, hogy az időben mennyi lesz, bizonyára nem lesz kevés. Fene vigye el, hogy ilyen jó munkákat adnak nekem, na de meg kell oldani, hát akkor rajta. Elzártuk a visszatérés az előre menő vezetéket, a gázcsapot, a vízbekötést, és ezen a töltődítő szelepen keresztül leengedtük a kazánból a víznyomást, mert bizonyára lesz még benne. Tehát most, amikor itt ki fogjuk szépen szedni ezeket a hollandereket, akkor itt még azért valószínűleg fog némi víz kérni, tehát mindenképpen célszerű egy-két rongyot használni, amit egyébként hoztam is magammal. Elérkeztünk az első hibához, ez a hollander lejött, ez itt lejött. Ez azt a jó istenet nem akarja megmozdulni, ráadásul itt popszegeccsel van rögzítve, és ez az egész fémlappal együtt kell nekünk ezt a szart kiszerelni. De jó, hát akkor most hozunk némi hangszert, aztán kivágjuk meg, szétszedjük meg, széjjel kell barmolni az egészet, mire szét fog jönni, de jó, és akkor felül még nem is kezdtünk el semmit. És akkor pusztán emlékeztetőül ez itt a gázcsap, amin itt van egy csatlakozó, egy fehér színű, azt le kell szedni, úgy. Egy másik vezeték felül fehér, alul piros, úgy. Ez itt a nyomásmérő óra, ez leszedve. Jó van, akkor itt van egy mágnesszelep, aminek a felső részén, jó van, ezt csavarhúzóba fogom tudni kibontogatni. Jó van, oké, hát elméletileg nem olyan túlzottan sok, itt van egy, még egy csatlakozó, egy kék és egy piros. Jó, oké, azt kell ott szétszedni, meg azt kell ott szétszedni. Jó, van ezt pusztán azért is, egyrészt, hogy én is tudjam, hogy majd hogy kell összerakni, a másrészt meg, hogy ti is lássátok, hogy akkor itt mi a fene volt. Ezeket az összes kábelt innen szintén ki kell szedni. Ó, gyerekek, de komoly műtét ez. Na, jó van, folytatjuk szépen. És nehogy túl egyszerű legyen, itt ezt a gázcsapot alul még egy imbuszcsavar is fogja, itt egy, meg azt hiszem, hogy hátrébb is van talán, még egy igen ott a másik oldalán, jó, akkor ezt még két imbuszkulcsot kell majd még használni hozzá. Na hála a jó drága Istennek, végre ez az utolsó szar is elengedte magát, hát abszolút kezelhetetlen. Lenne az egész, itt már kifúrtam a két popszegeset, hogy ki tudjam ezt a vackot venni, most már mozog. Most már nem kéne sok hozzá, hogy ki lehessen szedni. Ott még van két popszegecs. Innen meg már minden le van oldva. Jó van, a vezetékeket kiszedtük. Még amit láttam most így nagy hirtelenjében, hogy a szivattyúnak a csatlakozása természetesen véletlenül sem olyan, mint ami kellene. Hát reméljük, hogy ezt lehet majd hozni. Na mindegy. Jó van, még ezt a két popszegecset kell innen alulról kifúrni, és utána akkor ez le is szerelhető, hogyha minden igaz. Miután kifúrtuk ezt a négy telibevert popszegecset, most már ez az egész szar mozog szépen kifele, akkor hogyha minden jól megy, ezt perceken belül ki tudjuk innen emelni. Kiszedtük. Végre. Hála Istennek. Kijött teljesen, mondjuk még itt volt egy csavar, amit ki kellett szedni, hogy ezt el lehessen annyira hajtani, hogy ezek a kis talpacskák kijöjjenek, de azért most már így úgy néz ki, hogy sikert tartunk. Jó, következő egyszerű lépés, mert hogy nehogy egyszerű legyen minden, itt az új, mint látjátok, gyönyörű csatlakozók rajta, igen ám, de a réginek ilyen könyökös csatlakozói voltak, ezeket át kell műteni hozzá. Na most először ezt fogjuk itt szétszedni, megpróbáljuk leszedni úgy, hogy jó legyen, mert ezek a
csatlakozók, ezeknél van egy kis perem. Tehát ezt itt nem is tudom, hogy milyen egyszerűséggel fog majd innen kijönni. Ezt itt ki kell tesztelni, hogy hogy lenne. Ez fog most következni. Visszaszereltük a gázcsapot. Nagy élmény volt betenni ezt az egy csavart innen alulról, mert ez jó Istennek se akarta helyre menni. Mindjárt visszateszük a gázhollandert, visszakötjük a hideg és a meleg vizet. Utána pedig az előre menőt meg a visszatérő vezetéket kell átlakítani, mert ez így sajnos nem jó. Látjátok, ez így nem fog. Tehát azt jelenti, hogy itt elvágjuk a csövet, teszünk bele három új idomat, meg még egy kis csövet, és bekötjük teljesen direktbe, mert ez így nem működik. Ez, mondhatnánk azt, hogy szar az egész, de ilyen szavakat nem használhatunk. Vissza lett helyezve a gáz, hollander, a gázcsap. Ez is bekötve, az is bekötve. Itt visszatéve a... Szerintem ez a visszatérő lesz. Az pedig itt ezen az oldalon, ahol ott az ujjacske mutatja, az ott az előre menő része. Így van, ezek itt be vannak kötve. Alul be lett kötve a gáz. Jól van, leszaladunk, hozunk néhány tömítést az autóból, utána visszakötjük a vizet, aztán elmegyünk, hozunk hozzá alkatrészt, és ezt a két bekötést is teljesen átvariáljuk, és akkor utána készen is leszünk ezzel a csodától. Tehát már csak azon imádkozunk, hogy ne folyjon sehol, mert eddig is az volt a baj, hogy folyton rá száját. Na, miután minden megtörtént, így most ez a fűtéscső bekötve, mint látjátok, egy olyan alig 10 centivel van arrébb a régi bekötés, meg az új. Akkor ehhez most hozunk idomot, kb-s, bb-s, presszes könyököt, meg egy-két karmantyút, meg egy kis darab csövet, és ez így egész egyszerűen megoldható lesz. Ezt fogjátok hamarosan látni, most ezért el kell menjek a cégnek a raktárába, szerszámot hozni, meg így mindent, és utána hozunk még majd tömítéseket is. Jó. Na jövök nem sokára. Láthatjátok, megint csak előkerült a vidék hangszere, levágtam a két csövet, ott lesz majd két karmantyú, oda fog felkerülni az a szép kis csillogós, mind a két kis csillogós menetes végre. A hideg és a meleg vizet már bekötöttem, a nyomást már vissza is adtam, ez itt egy régi folyásnak az eredménye, új tömítés van benne, szintén, mint látjátok, használtam a tömítőpasztát, nem szoktam sajnálni ezeket a dolgokat. Na, feltesszük ezt a két csövet, berakunk néhány idomot, meg összepresszeljük, és akkor utána jött a nyomáspróba. Az első bekötés, mint látjátok, el is készült, itt is fel lett szépen tömítve, így lefele. Én betettem ide két kb-s könyököt, meg egy karmantyút, és így meg is történt ez a bekötés. Hát használtam a régi dolgot, nem akartam az egészet újra csinálni, sokkal több munkát volna, így egyszerű. Ugyanezt fog most itt ezen az oldalon is történni. Itt a karmantyú, jön két kb-s könyök, utána elvágjuk méretre és összepréseljük. Hát nem egy igazi remek mű, elkészült a karácsonyfa. Mind a két cső, amennyire kellett, így meg lett csinálva, újra tömítve. Most fogom feltölteni vízzel, és most nézzük meg, hogy csöpök folyik, mit csinál. Elérkezett az örömteli pillanat, minden vissza van kötve a helyére, rá van adva a nyomás, fel van töltve a fűtés, fel van töltve a vízrendszer, a gázt lenyomást próbáztuk a szokásos szivárgás kereső sprével. Idebent is minden a legnagyobb rendben van, úgy látszik, hát akkor jöjjön a keltsük életre. Az életre keltés néhány pillanat. Igen, már szikrant is. És igen, és működik. Szépen keringet a keringető szivattyú, volt van egy kis víz, de az azért van, mert automatikus légtelítő dolgozott. Jó van, nincsen folyás sehol. Minden a gyönyörűséges, legszebb állapotba került. Itt is minden rendben van. Hát az örömteli pillanatok egyike, hogy kijelenthetjük, hogy elkészültünk ezzel a munkával. Nem volt semmi több hátra, mint visszategyük a burkolatot. Erre a Wolf CGU 2K24 típusú kazánra
becsukjuk az ajtót, és ezúttal szeretném megköszönni a figyelmeteket. Ez volt a mai napi munkanapló, hogyha újabb érdekességekre vagytok kíváncsiak, akkor látogassátok meg a csatornát, vagy iratkozzatok fel, és hogyha tetszett, amit csináltam, akkor dobjatok egy lájkot. Sziasztok!